Karácsony közeledtével legtöbben a tökéletes meglepetést keresik, ennek következtében pedig jelentősen megnő a vásárlások száma. Azonban sokan nem tudják, hogy milyen szabályok vonatkoznak arra, ha az ajándéknak szánt termék nem váltja be a hozzáfűzött reményt, esetleg minőségi hibás. Ebben az esetben fontos tudni, hogy 2 évig úgynevezett szavatossági jogokat érvényesíthetnek a vevők. Nagyon fontos tudni, hogy a vásárlástól számítva 24 hónapig szavatossági jogainkkal élhetünk, amely megoszlik az első 6 hónapban a kereskedőnek kell bizonyítania azt, hogy a hiba a vásárlást követően keletkezett, a 7. hónaptól a 24-ig pedig a fogyasztóra esik át ez a bizonyítási teher. Amennyiben tartós új fogyasztási cikket vásárolunk, akkor a jótállási jogainkkal élhetünk a kereskedő felé. Ez a termék vételárától függően 1, 2 vagy 3 év jótállási idő lehet. Jótállás esetén sokkal több jog illet meg minket, mint a szavatosság esetén, ugyanis itt vonatkozik a termékekre a 3 munkanapos cseregarancia vásárlástól számítva, vagy akár hogyha 10 kg nál több tömegű terméket vásárolunk, akkor a kereskedőnek kell biztosítania, hogy a terméket elszállítja. Illetve január 1-től többletjogokat vezettek be a jótállásos termékkörökbe. Ugyanis, hogyha amikor javításra átveszik, és rögtön bebizonyosodik, hogy a termék nem javítható, akkor 8 napon belül cserélni kell, vagy a vételárat kell visszatéríteni. Hogyha a 15. nap után sem tudják, hogy javítható-e vagy sem, akkor értesíteni kell a fogyasztót, és hogyha 30 nap eltelik, akkor is cserélni kell, vagy vissza kell téríteni a vételárat, és ezek a többletjogok, ezek a fogyasztók támogatására kerültek bele igazság szerint a jogszabályba. Online rendelés esetén pedig nem kötelezhetik a vásárlót arra, hogy az eredeti csomagolásba juttassa vissza az árut. Nem, ez a szabály, ez nem él, tehát nem vagyunk kötelesek megőrizni a dobozt. Igazság szerint a vásárlás bizonyításához a nyugtára, a számlára van szükségünk, és ezzel már érvényesíthetjük is fogyasztói jogainkat. Hogyha online vásárolunk, akkor pedig megillet minket a 14 napos elállási jog a vásárlástól számítva. De így karácsony közelettével azért az üzletek azt tartják, hogy 30 napig visszaveszik, vagy levásárolhatják, vagy cserélik a termékeket, hogyha esetleg nem tetszik a megajándékozottnak. Tehát fontos, hogy tájékozódjunk arról, hogy milyen plusz lehetőségeket ajánlanak fel. Hibás teljesítés esetén 5 féle szavatossági jótállási igényt érvényesíthetnek a vásárlók. Többek között kérhetik a termék javítását, cseréjét, az árleszállítást, vagy a vételár visszafizetését. Ugye a fogyasztói jogaink, a kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás a szerződéstől csak abban az esetben illetnek meg minket a jogszabály alapján kötelezően, hogyha minőségi hibás termékről beszélünk. Tehát a cég jó indulatán múlik, hogyha azért, mert nem tetszik mondjuk a megajándékozottnak, akkor kicseréli vagy visszaadja a termék vételárát, mert akkor az nem számít minőségi hibának. Viszont hogyha minőségi hibás a termék, akkor csak is olyan terméket vagyunk kötelesek elfogadni cseretermékként, ami az eredetivel teljes mértékben azonos. Ha minőségi hiba lép fel, amennyiben nem sikerül rendezni a kereskedővel a problémát, akkor az illetékes fogyasztóvédelmi osztályhoz és a békéltető testülethez fordulhatnak. Nagyon fontos, hogy a kereskedőknek ilyenkor, mikor minőségi kifogásról jelentünk be panaszt, akkor fel kell venniük egy jegyzőkönyvet, tehát ott már kell bizonyítani azt, hogy ő elkezdett foglalkozni a fogyasztó panaszával. Ennek a vizsgálatát a fogyasztóvédelmi osztály tudja kezdeményezni, hogy megtörtént-e, és hogy érdemben intézték-e a panaszát. Hogyha már egyedi szerződéses jogvitáról van szó, tehát hogy most nem adja vissza a termékvételárát, viszont a fogyasztó pedig a termékvételárát szeretné, akkor pedig a békéltető testületnél tudunk illetékmentes eljárást kezdeményezni. A vevő a jogait azonban csak akkor tudja érvényesíteni, ha megőrzi a nyugtát, hiszen ezzel bizonyítja a vásárlás tényét.